yavru sivayım. Most yöttük. Hani halavu diye hüyeme gelkestem. Uygun. Neyse, meyge şekilde yöttük mi? Hayır. Brezhnev elvtárs kaput ajándékba hatalmas nagy meisseni porcelántálat. Hát mindjárt megfordította, és azt mondja, ez a legdrágább porcelán a világon. Meisseni porcelán, Brezhnev elvtárs. Megint megfordít. Ne tessék megfordítani, ez a legértékesebb világmárka. Meisseni. Hát miért fordítja meg mindig? Csak keresem a tűt, amivel ki lehet tűzni. Na ez már nincsen, tudom. Ezért ilyen élnek dobáltam, de azért most már azért csak más, ugye? Most már több pártrendszer van, illetve rendszer még nincsen, de több párt az már van. Ha nem viccelj, persze, most már lehet választani is. Van egy jó viccel. Mennek nyaralni Bahama szigetekre. Hát azt mondja a stewardess, hogy repülőgépen, hogy attention, attention. No smoking, please. Mit mond? Azt mondta, hogy könnyű ruhába kell menni, mert kurva meleg van a szigeteken. Megint megy tovább a röpcsi. Azt mondja, attention, attention. Mit mond? Mindjárt jön a kaja, három fogást hoznak. Megy tovább, azt mondja, attention, attention. A szigetek lakosságának 70%-a éces, 30%-a aszmás. Mit mond? Aki köhög, meg lehet dugni. Most már lehet választani, tudod? Ő a veszelka. Tudod, mi nevezték el így? Gyerekkorában mondta neki az anyja, hogy veszelka bátor. Arany drága szíveim, ha így megy tovább, jól fogjuk magunkat érezni. Rajtunk nem múlik semmi, az biztos. Jaj, szóval most már más életet élünk, most már lehet választani. Most már például van prioritás. Nem tudom, mit jelent, de kurva jó hangzik ez a prioritás, tudod? Ha megfigyelted, itt mindig valamilyen szavakat kitalálnak, és akkor azzal takarózik mindenki. Azért fáztam meg megint. Ez a prioritás. Azt mondja anyósom, Géza, az elvtársak a szocializmusból annyit valósítottak meg, amennyit ki tudtak belőle mondani. Szocializmus. És akkor nem volt elég, van még mellette szocialista pluralizmus. Nem tudom, mi a pluralizmus, de van egy jó vicc erre. Találkozik két ember, azt mondja egyik a másiknak. Ha maga eddig magas volt, most meg alacsony. Igen. Ha maga eddig fekete volt, most meg szőket. Ha maga eddig kövér volt, most meg sován. Ha maga hogy megváltozott Kovács elvtárs? Hát nem vagyok elvtárs, már az se. Ez a prioritás, tudod? A másik az alternatíva. Most már teljesen minden más. Most például már a szóvivő is szóvivő, tudod? Szóvivő. Azt tájékoztat minket. Felteszik a kérdést, hogy igaz, hogy ön le akar mondani. De ezt nem tudom se megcáfolni, se megerősíteni. Azért tudod, hogy mire gondolsz? Van egy 4 éves keresztfiam, a Ferkó. Mondom, Ferkó, beszartál? Be. Kész. Hát egyszerűen nincs gond. Hát tudja, hogy mit érez. A szóvivő az meg a tiéd. És ő a szóvivő. Egyszer meg azt mondta, hogy no comment. Azt mondja anyósom, mit mondott? No comment, nem comment. És te beszél maga mindenbe bele, mama. Mit gondol ki maga? Én a Danubius rádió hallgatója vagy. Maradjunk!
ilyen mindenben volt. Mama! Komment! Nincs hozzáfűzni valója! Feltették a kérdésnek, igaz, hogy ilyen meg ilyen elvtársa politikai bizottságból önként ment ki. Azt mondja a szóvivő, hát. Ezt kérdezzék meg tőle, okos, másik kérdés, ha ezt megkérdezzék meg tőle. Azt mondja anyósom, ezt aztán nem lehet szabán fogni, az egyszer, biztos, hát hogy van ez, gyerekek, hát ezt kapkodom a fejemet. Na, mama, ne beszéljen mindenbe vele! Mindig brrrr, jár a szája, pedig mindenemek van, hidd el. Hofi anyósom. A rohadt izét megvettem neki, miért parabola antenna, megvettem. Super Channel, Sky Channel, Felej Channel. Hagyja már, hogy te mondjam. Az egész alternatív, nekem hagyjam magamra, az egész alternatív megoldás. Azt ismered? Ha valaki ne... Ez itt röpköd, figyeld már ide. Ha le akar szállni, nem ez a vörös tél. Ez szerencsétlen. Az a fényes megzavartál, gyerek, hát így. Ez a fényes ösvény. Tessék, a Dudi rög, akkor új a poén, tessék. Nem jó, de új. Na, mindegy. Gyerekek, képzeljétek el, Pesten már nincsen smog. Smog, nem tudod mi a smog? Na, nem mondom, várjál. A smog az azt jelenti, hogy föntről rengeteg mocsok jön ránk a rovat anyjába, és nem fogy. Hát ilyet, nem mondta a rádió is a smoggal kapcsolatban. Igaz, hajnalban mondta, amikor még nem hallja mindenki. Csak a felkelők. Bemondták, hogy a legmocskosabb a mártírok útja. Gondoltam, de most, hogy már be is mondják, hát... Csak úgy kapkodom a fejem, hogy mi ez? Hát édes Isten! És annak idején mi hogy szittuk szegény Adolf bácsit? Jó, a Hitlert, igen. Sztalin elvtárshoz képest az a Hitler egyszerű polgárjogi aktivista. Tudod? Hát ilyen. Ez csak az ellenségeit írtotta, ez a tetű, csak aki mellette volt. Hát, úgyhogy kész, politikát befejeztem, mert okádni kell, nem bírom. Képzeld, körülbelül összesen 2 hete lehettem vallásos. Még az lettem, beleszámítva a karantént, minden. Pláne, hogy most már nem kell bevonulni se, hát most már csak az leszek. Képzeld el, 2 hete voltam vallásos, amikor csoda történt. Megjelent nekem Szent Imre. Szent Pusgai Imre. A neve legyen áldott. És azt mondta, hogy 56-ban népfelkelés volt. Na, mondom, akkor már ezt is tudjuk. Kész. Hogy nyakló nélkül jelennek meg a könyvek, és most mást írnak, mint mondjuk 2 év. Azt mondja anyósom, azért, mert ezeket most már mély nyomással csinálják. És azokat elnyomással csinálták. Tehát úgy össze van keverve. Mindegy, népfelkelés volt. 3 napig. Aztán Svájcból megjött grószpapa. És akkor másnaptól ez volt neked nem népfelkelés. Azt mondta, hogy amit most bejelták, mondod, hát én olyat nem is hallom. Meg azt mondta, hogy ő, amit mondott Pozsgai Eltárs, olyat nem is olvasott. Hát, Jókai ritkán említi. Meg azt mondta, hogy ő repülőt tudta meg, amikor Svájcba jött hazafele. Hát ki az a hülye, aki fölvitt a Népszabadságot? És hát ezt sem van itt, akkor még nincs vége, várjál. Azt mondta erre német eltárs, a szigorú. Ez nem ilyen egyszerű. Egy szóval nem lehet elintézni. Szóval, ez úgy volt, hogy 56 népfelkeléssel kezdődött, aztán lett forradalom, ami átment ellenforradalomba.
Érted? Kurva jó neked. Mert én illa hülyén. Akkor az utcán én mikor öltem? Délelőtt vagy délután? Azért nem mindegy. Akkor én most akkor mi vagyok? Névfelkelő vagy rohadsz a lelemforradalmát? Ha nem mindegy. A nyugdíj miatt, hát... Egyiket csak beleszámítják most már. Most mondja egyik haverom. És én mi vagyok? Mert én meg is sebesültem. Hol? Hát a seggemen. Akkor gyáva vagy. De aki tisztességesen harcolt, azt itt lőtték meg. Fölül tudok. Aki meg húzta bel, így puff, seggbe, kész. Csodák vannak, csak kapkodja az ember a fejét. Jaj. Anyósom a múltkor ment ki a temetőbe, vitte ezt a gyalogsági ásót magához. Ha, az egy komoly fegyver, ne viccelj. Ha-ha. Grúziába azzal lőttek fejbe 23 embert. Gázzal. És képzeld el, nem mondták meg, hogy milyen gázt használtak, mert akkor meg tudták volna gyógyítani a sebesülteket. Azt mondja anyósom, Géza, biztosan meghalt ez a Sztalin. Hogy van ez? Jaj. Képzeld el, bevezették a kiási tilalmat most ott Grúziában, este 10-től. Az utcán megy két ilyen KDBG. Megy két ottani ávós, és képzeld el, a szürkületben egy alak, hogy futt át az úton. Puff, fejbe, kész. Azt mondja a katona a másiknak, még vagy borondulva? Tovaristi, hogy van ez? Még ölt fejbe lőni? Hát még csak 10 perc múlva lesz 10 óra. Úgy se ért volna haza, messze lakik. Hát hol tudom, hogy lehet ezt jelenti. Szóval alakul ez az egész, mit alakul? Például, na, szíveim, tessék, nem tartlak föl? Jó, képzeld el, ha neked valaki régebben mondja, hogy Magyarországon lesz új címer, elhiszed? Nem, aztán most meg már lesz. Ha, egy illető hozzászólt, illetve mondta, várja, milyen is szólt hozzá? Kin jobban rögnek, mint ott bent. Van erre egy jó víz, csak csúnya. Külön ír. Egyefene, igazad van! Tudnám, melyik vagy, amelyik beszél, mert sötétben üszám, nagyon. Úgy nem kunst. Na, szóval, körülírom. Tudod, mi a különbség a jobb és a bal között? Mind a kettő föláll, csak a bal hozzá is szól. Na, egy ilyen szólt hozzá, tudod? Persze. Azt mondja, hogy nem köl a címerbe, a korona nem köl. Már a király ne gyűjjön vissza, már a munkás osztály kizsákmányoló király. A nem köl, mert ne gyűjjön vissza, mert a király a koronával nem köl a korona a címerbe. Megint új volt. Csak mondtam, hogy fél óránként kell egy. Na azonnal telefonon fölhívtam 6-8 királyt. Feltettem a kérdést, melyik ők vállalná, hogy a maga a magyar munkásosztályt jobban kizsákmányolja, mint ahogy van. Egy sem merte, azt mondta, ez az elvtársak dolga. Ez nem megyünk. Ilyet. Úgyhogy elvtárskám, ne szarjál be. Nem jön vissza a király. Nem jön vissza. A francia akarja, hogy visszajöjjön. Ne jöjjön. De te sem. Na szóval, az éveim, lesz új címer, azt már eldöntötték, hogy nem lesz benne szerszám. Milyen? Na milyen? Na, szecskavágó, milyen? Neked mindegy, ezek szerint. És még valami, nem lesz benne ilyen ágas nap se. A hétben bemondták, hogy a csillagot a helyére kell tenni. Na,
azt kéne még megkeresnie. Na mindegy, szóval lesz címer, képzeld el, két javaslat van, azt mondták, hogy majd a nép az fog dönteni. Hát ez igen, ez ilyen. A címert az mindig a nép dönti. Aztán utána jó, meg is tapos, amikor már lent van, tudod? Mondom a nyomosomnak, mama, hát ne vicceljen, a zászló is megváltozik. Nem lesz piros fej, maradjon már Istenbe már. Színe az marad, csak másfele fog lobogni. Hát ez nem úgy megváltozik. Szóval csomó minden alakul, csak hát szépen ugye, hát legyen, meg türelmünk legyen, meg minden legyen, meg enni legyen. Pár hete itt tartották a KGST tanácskozást, és kimondtak, amit bemondták, bemondták, amit kimondtak, hogy a KGST elöregedett. Azt mondja anyósom, egy szart halva született. De gondold el, gazdasági tömörülés, és mi a mi jellemző, hogy senki nem tud fizetni a másiknak. Hát akkor a habokra. Most végre ez a Dél-Korea szóba állt velünk, hát ilyette. Ezt nem mesélem, elájulsz. Tudod, mit csinálnak? Amit megvesznek tőlünk, kifizetik. Hát ez szülye. Hát ez szülye. Ha mi ez? Hát ez szülye. Hát a régi rendszerünket fölborítsa. És ahogy a Dél-Korea szóba állt velünk, a testvér, szocialista, észak-népi Korea, mindjárt puff jött nekünk. Ja, képzeld, de megharagudtak, és bevezették a vízumkényszert. De jó! Én hülye, még arra tévedtem volna, képzeld, de Kim Il-sung deregottal egymagába jönnek. Megint új, látom? Képzeld, de bele pofázik, hogy mi kivel állunk szóba. Hát ne pofázzál már bele, kis ferdeszemű, hát. Hát örülj, hogy kilátsz a réseden. Nem ezen gondoltam, hanem abban, nem már. Ahol a jövő látszik. Hát ilyet. Ne pofázz bele. Először fizest ki, amit eddig kaptál tőlünk. Csak érhetem, akkor ne vándorzászlóval. Igen, annyi van, igen. És még egy kérdés, ha lehet, ne rúg be elszámolásra. Hát tudod milyen? Szóval, hát ez kevés. Hát elszámoltam. Hidd el nekem, ezért vagyunk benne ennyire. KGST, razdva, trogy. Puff, már benne vagyok. Tudod, mennyire vagyunk benne? Ezt elmesélem. Találkozik két melós, azt mondja, szavaz. Ó, de rég láttalak. Hát nem találkoztunk, hát az éppen. Ó, hogy vagy? Hát ahogy te. Ó, az rossz lehet. Iszol egy korsó sört? Ha, szívesen. Na menj be, addig megvárnak. Ennyire vagyunk benne. Aztán most ugye hát elértük a szocializmus vívmányaként elértük a teljes foglalkoztatottságot. Mindenki azzal foglalkozik, hogy miből fog megélni. A múltkor egy embert láttam röpülni a levegőbe. Na hát azt mondja, ezt kirúgták. És miért repül ilyen alacsonyan? Csak ki tudják tűzni neki a törzsgárda jelvényt. Szabadság, szóval na mindegy, a gyerekek. Elsőjétől mindenkinek állás után kell nézni. Nem lőállás, ne örüljünk. Munkahely te! Én is úgy munkahely után néztem. Elmondom, hogy hol szeretnék dolgozni. Én úgy szeretnék jazzdobos lenni, a ritmuson kívül nem érdekel semmi. Nyugton ülni nem tudok, csak dobolok. Én úgy szeretnék jazzdobos lenni, egy kis lokál mélyén a damtamot verni. Hiába minden nem lehet, ebbet szerint belegevedek. Borzasztó ez a szenvedély, rosszabb, mint a szesz. Megőrülök a
jazzdobos lenni. Hiába minden nem segít semmi, a cintánérról álmodom, és közben egy látagyárban dolgozom. Pipás én rám, hát ezt nem tudom meg. Téged le kéne szereltetni, mert igen, igen, lövöldöd alatt. Változás van a világon mindenfele. Igen, sok minden változott itt a Rajna mellett is. Milyen Rajna? Ukrajna, te szerencsére. Azt ismeritek? Iván bemegy a kocsmába, azt mondja, vagy egy pohár sört. Lerakja Rubert, az meg visszaad neki 50 kopékát. Mi az Isten volna? Hát én soha nem adtál vissza a Rubertből 50 kopékát, most meg visszaadsz. Ez az a nagy változás, hogy most visszaadsz. Csak most nincs sör. Inkább nyűzítsünk. Az áll közelebb most hozzánk. De nem ilyen csöndben, nem. Imádlak. Mi jön, beszélgetünk? Mi jön? Kérlek szépen, azt mondta Nyerselv társ, hogy az MSZMP az nem a vállalkozók pártja,
Hát egy csomó vállalkozó mindjárt ki is lépett. Bal lába lép és indulj, kész, már ki is lépett. Úgyhogy... Pedig nem lenne baj, hogyha az MSZNP a vállalkozó pártja lenne. Hát tudod, hogy van, ez egy ilyen dolog. Putka valaki vállalkozásból akart nyitni nyilvános házat. Hát illetve, ne haragudják, eltévesztettem Kuplerányt. Na most a tanácsnak kellett volna engedélyezni, újságban benne volt. A tanács engedélyezte volna, illetve a tanácstól a hegesztők. Az újság írta, hogy az apparát. Hát az elvtárs az apparátból. Hát akkor a hegesztők. Hát mondjuk meg világosan már. És képzeld el, a tanács nem tudta eldönteni, nagy ész, hogy ez a nyilvános ház, ez akkor most vendéglátás, vagy szolgáltatás. Na szíveim, tessék, döntsük el, mi vagyunk a VB, jó? Hát nem ám lopni, annyira nem VB. Gondold-e, az ember van rendesen kivannyalva, képzeld el, hú, nyakkendő, fehéring, meg ez a brillantin, konfettin, szerpentin, bedobva a háréba rendesen, meg ez a css, 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 ahogy kör, minden, tudod? Meg amit szemed szád kíván, megkapod, hát az vendéglátás. Ha meg úgy, mint otthon, hát az szolgáltatás, hát az olyan, minden, nem? Találkozik két haver, azt mondja egyik a másiknak, hát te! De miért pont én? Hát de csak mondom. Jó, hát. Aztán te otthon, hogy csinálod? Ha már nem is tudom. Na de ha mégis. Jó, mégis. Valahogy nem ugrik be, nem tudom. Hát hát kicsit, na csak ha várja, hát. Az az igazság, hogyha fölül vagyok, akkor szédülök. Jó. A biztos. Jó. Salú. Salú. Csaló, meg fulladok. Jó. A biztos. Sódarról. Sódarról. Ó, mert nem látom a tévét. Sódarról. Nagyon hülye vicc, mi? Várjál, van még egy ilyen, várjál. Képzeld el, a házaspár elmegy ilyen szafari vadász kirándulásra, és a sűrűbe az asszonyt megtámadja a gorilla. Na, hát mondjam már tovább ezt a rohadt. Az asszony mindjárt menekül föl a fára, a gorilla meg utána. Hát, az is csak egy állat, és képzeld el. Na most, a másik fára oda meg fölmenekült a férje. Azt mondja a feleség, a pucikám, mit csinál a pucikám, segítsél, mert a rohadt mocsokállat meg akar erőszakolnia. A pucikám, segítsél a pucikám, mit csinálja? Csak hivatkozzá arra a kurva migrénedre, amire nekem szoktál. Drága szíveim, ma már így összetalálkoztunk, és kitűnő a hangulat, országszerte hatalmas sik. Mi van, szívem? Jövök mindjárt. Drága szíveim, hatalmas sikere van országszerte a lakodalmas rocknak. Tudod, a bugyimba a híd alatt. Vagy a hídomba a bugy alatt. Nem, de szóval ott van, azon a környéken valahol. Hát megirigyeltük a sikert, és mi is írtunk egy ilyen nótát. A cím az aggodalmas rock.
adjuk elő, hát ha tetszik. Bedobom a bánatom a Dunába, és a hűtlen szeretőmet utána megtelt már a tarisznya. Kurva lettél, Mariska. Megtelt már a tarisznya. Kurva lettél, Mariska. Azt kaptam én hozományba a váltól, esküvőnkön kilépett ő a pártból. Dörzsöl is engemet a nyereg, totózok, aztán nincs enyerek. Dörzsöl is engemet a nyereg, totózok, aztán nincs enyerek. La 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 la. Nem lehet a fizetésből megélni, leküldtem a babámat a bum-bum térre. Rákapott a bum-bum izére. Építjük a cucilizmus, bum-bum, na végre. Látod, minek ez a franc? Kuruc, legyél el a banc. Látod, minek ez a franc? Kuruc, legyél el a banc. Lehetem én a fegóba sugázni, hogyha nyerek, adj el nagyon utázni. Osztja Benkó alapot, nem veszi a kalapot. Osztja Benkó alapot, nem veszi a kalapot. Jó a képviselő pán, jaj, te nagy lett a kován. Sírva vigad a magyar, éljen a Duna kanyar. Sírva vigad a magyar, éljen a Duna kanyar. Gyere velem a kaszomba tüntetni, nekem már a tőkéseket büntetni. Kecske béka kuruccsol, egyik lábad messze lesz a másiktól. Kecske béka kuruccsol, egyik lábad messze lesz a másiktól. Én vagy rózsám ellenzéki, a kaszomba fennekedet ellenzéki. Mondd a lambó, mit mondtál? Én nem mondtad előre, hogy demonstrálsz. Hey! A gyöngyár ellenzéki, a kaszomba fennekedet ellenzéki. Mondd a lambó, mit ugrálsz? Én nem mondtál előre, hogy demonstrálsz. Neme, neme, nem kell.